ezen a héten se kimértük az utca emberét, és mindenkinek neki szegeztük a kérdést, hogy vajon anno a Kimi tud volt-e jobb, illetve most az X-faktor is tudja-e ugyanazt a színvonalat hozni, és vajon az elmúlt évek dömpingéből kikerülő sztárocskáknak a nevére kiemlékszik egyáltalán. Ez a legelső, amikor még voltam ennek, az a Nikolász, meg ezek, azt még néztem. Ja, most már nem. Konkrétan nem tudom, meg a sztáros volt az a fiú, nem. Nem teszem el, szürke, kopaszos. Hát figyelem, de a névmemóriám az nem olyan nagyon jó, hogyha mondjátok, akkor én... Nem nézem, mert nem tudom értékelni, mert nem szeretem az ilyeneket. Nagyon kedvelem azt a fiút, most benne, hogy is hívják, nem itt eszembe a neve, bajba vagyok a nevekkel. Á, nem nagyon, nem, tényleg nem. Annyi volt, rengeteg, mert ennyit nem lehet megígyezni. A Gergő, az Ulá Gergő és a Timi, a milyen Timi, akármilyen Timi, Antal Timi, igen, őket nagyon kedvem. Hát ha visszagondolunk a régi tehetségkutató versenyekre, már úgy a régi, hogy amik most mennek, tehát a kereskedelmi adókon, hát kevés van, akikre ugye az ember név szerint visszaemlékezik, és azt mondja, igen, ezek befutottak. Kevés van. Tavalyi az erősebb volt, most én úgy érzem, hogy egy kicsikét már tényleg annyira sok a jó, hogy már nehéz kitalálni, vagy megtalálni az igazit, de még mindig szórakoztató. Például én a Megasztárt szoktam nézni, meg most a Voice. Ezeket szoktam nézni, néha meg a X-faktort, és nekem tetszik. Én X-faktor párti vagyok, nekem jobban tetszik az X-faktor, vagyis voltam eddig. Én szerintem a Jóskán barátomnak jobb hangja, mint az Ámbó Krisztiának. Tiszta az Ámbó Jimmy hangja van a Polina. Nekem az Ámbó Krisztián sajnos nem jön be, tehát közel nem, nincs az apja nyomdokaiban. Az Ámbó Krisztián az nem volt a kedvencem, mert nagyon erőködött az X-faktorban, nagyon próbálkozott. Hát az a vélemény, hogy X-faktorról, hogy szerintem egy nagy hülyeség, és nem tudom, nem nagyon kedvelem. Én nem kedvelem ezt a fajta tehetségkutatást, ami ma működik. Nem tartom valóban tehetség és valóban művészi teljesítményeknek ezeket. Inkább a pénz, inkább valami egyéb érdekek. Szerintem van benne azért minőség is, mert én amennyi adást láttam, jó, mondjuk én mindig csak az ilyen döntőket szoktam megnézni, de azok jók, hogy tényleg így szépek, tehát mindenképp művészi értéke van. Hát nagyon a show felé hajlik el én szerintem, de hát most erre van vevő, a közönség, inkább ilyen show jellegű dolgok vannak mostanában. Az a tehetségkutató a pénzről szól. Szavazzanak, küldjenek SMS-t, miről szól, a pénzről szól. Már 60-as években is volt én, ki mit tud, meg tehát ez nem egy nagy újítás, csak nagyon felfuttatták. Én a ki mit tud korszak embere vagyok, és ott egész más módon keresték meg a tehetségeket, olyan tehetségeket, aki ide fog jönni, Kovács Kati, majd meghallgatjuk hónap este. Nekem a ki mit tud, az például a régi időkben nagyon tetszett, és ahogy ide itt említettük az elét, azokból tényleg ismert emberek lettek. Tehát, és a műveltség, mondjuk mondom nekem egy picit másabb, mert ezt a mostani fiatalabb korosztályt én nem nézem, de engem az akkor megfogott, és az nekem nagyon tetszett. Középiskolás kor végéig, tehát az 18 év, ha jól satszolok, nem engednék gyerekeket ilyen országos nagy tehetségkutató versenyekbe. Nem, én mindenképpen engedném, mert tényleg a tehetségeket meg kell találni. Tehát, és mindig vannak olyan, akik lentről kezdik, tehát nem az iskolával, és nem úgy kapják tehát ezeket a nagy dolgokat. Fontos lenne az, hogy az iskolák lehetőséget kapjanak arra, hogy az ott tanuló diákoknak délutánonként minél több rendezvényeken, minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy a tehetségüket megmutassák. Én arra gondolok, hogy a mai fiatalok nagy többsége, most nem akarom lehúzni őket, mert rohadtul szeretem a fiatalokat, és nagyon tehetségesek a gyerekek, de egy csomó fiatal egyértelműen ebből akar megélni. Tehát az, hogy munkával is lehet pénzt keresni, azt valahogy a fiatalok elfelejtik. Legalább nem ilyen ugye, egyéb hülyeségekkel foglalkoznak a fiatalok, hanem zenét tanulnak, próbálják megmutatni a tehetségüket. De az, hogy ennyi nagyon tehetséges fiatal van Magyarországon, azt hiszem, hogy annak a 80%-a hamis illúzió, mert ők csak a könnyebbik oldalát akarják megfogni a dolgoknak. Én nekem nagyon sok olyan gyerekem van, aki itt tanult és színész lett.
Itt tanult és építész lett, holott közgazdasági szakközépiskola vagyunk. És büszkén mondhatom, hogy itt fedeztük fel, hogy ő erre alkalmas, erre képes. A hévízi színjátszókörben nagyon sok tehetséges fiatal van, akik nem jutottak el ilyen helyre, de viszont nagyon tehetségesek, és ők a gyakorlatban élik meg ezt, nem a média által. A gyerek bekerül egy ilyen csillogásba, egy ilyen előtte, előző időszakban általa elképzelhetetlen világba, és azt hiszi, hogy ez a világ. De nem ez a világ. Ezek a életformák csak álomvilágban történnek. Felszínes. Igazából én nem nézem ezeket a műsorokat. Egy megnyert tehetségkutató egy lehetőséget ad az embernek, aki megnyerte. De azzal tudni kell, mit kezdeni. Akikből egyértelmű, hogy nem lesz valami nagy, nem futna nagy karriert, azokkal is elhitetik, hogy világsztárok lehetnek, és beleélik magukat, főleg az ilyen kis tini lányok, meg nem tudom, beleélik magukat, aztán meg a média kicsit olyan, hogy mindenkit fölemel, megrágják, aztán eldobják. És nagyon kevés az a hányad, aki tényleg bennmarad, és akinek ez lesz az élete később. Biztos, hogy sokkal több kapu nyílik ki előtte, de nagyon sok embert aztán megszédít ez a tágra nyílt, csillogó-villogó világ, és nem tud vele mit kezdeni. És ezért van az, hogy meg se ismerjük már őket. Egy pár év aztán eltűnnek. Csak azokat, akik ki tudták használni ezt, tehát felnőtt fejjel gondolkodtak,